Üdvözlet mindenkinek itt az infobaba.hu weboldalon, és ezúttal ebben a videóban egy olyan jelenséggel szeretnék foglalkozni, amiről már rengeteg szó esett korábban, bár nem mostanában, és valószínűleg mindenki hallott már erről. Ez pedig nem más, mint a telegónia, és hogyha tágabb értelemben vesszük, akkor a kérdés az, hogy vajon milyen hatással van, illetve lehet az ember, különösen a nőknek a szexuális múltja a család alapításra, illetve a jövőjükre nézve. Mielőtt neki ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Az ember szeretné azt hinni legalábbis azok alapján, ahogyan a világ működik, illetve a jelenlegi helyzet, valamint a propaganda azt szajkózza, hogy valójában csinálhatunk, amit csak akarunk, hiszen csak tovább megyünk, és majd tanulunk belőle, aztán a jövőben megváltozunk, és jobbak leszünk, megismerjük magunkat, jobb döntéseket fogunk hozni, most maradván a szexualitásnál, illetve a terület felfedezésénél, hogy aztán, mikor az ember megérik végre ezen katasztrofális tapasztalatok hatására, akkor készen álljon egy komoly kapcsolatra, amikor elkötelezett és felelősségtudó hosszú távon képes együttműködni majd partnerével egy életen át. Az természetes, hogy a propaganda az a nőket célozza meg ezzel elsősorban, hiszen ők azok, akik döntést hoznak, hogy megtörténik-e a szexuális aktus, vagy sem, hiszen többnyire a férfiak készen állnak erre, és különösebben nem kell őket rábeszélni. Bármerre is nézzünk az interneten, szinte tele van erre buzdító, illetve bíztató cikkekkel és írásokkal, amelyek próbálják ezt a témát úgy beállítani, mint valami teljesen ártalmatlan dolog, hasonlatos az öltözködéshez, vagy az önkifejezés bármely más formájához, és elfelejtik talán említeni vagy hangsúlyozni a következményeit a túlságosan szabados életnek. Szükség van ezen a téren az ember nevelésére, nem tudom, én nem gondolkoztam ezen túl sokat, azt gondolom, hogy minél többet beszélünk róla, és minél fiatalabb korban kezdenek el erről az emberek tanulni, illetve hallani, később annál inkább hozzászoknak ahhoz, hogy ez egy természetes dolog, és mi természetes dolog, és nem azt mondom, hogy nem, ugyanakkor ez egy olyan terület az életnek, amely számtalan veszélyt hordoz magában, olyan veszélyt, amire úgy hiszem, hogy míg az ember nem találkozik szembe ezeknek különböző formáival, vagy nem lesz érett és nem érti meg ezeket, fel se tudja fogni, hogy, hogy milyen problémák is adódhatnak abból, hogyha az ember elengedi magát a szexualitás terén. Ez a Nemzeti Orvosi Könyvtár, Nemzeti Biotechnológiai Információs Központjának bejegyzése az Egyesült Államokból, ez egy hivatalos honlapja a kormánynak, mármint az Egyesült Államok kormányának, és a telegóniáról írnak érdekes módon, hogy vajon a leszármazott örökli-e az anya korábbi partnerének vagy partnereinek a jellegzetességeit. Nem is nagyon kell különösebben gondolkozni ezen senkinek, hogyha csak az absztraktot megnézzük. Azt mondja, hogy újonnan felfedezett nem genetikai mechanizmusok megtörik vagy megváltoztatják a gének és öröklődés közötti kapcsolatot. Ezáltal felvetik annak lehetőségét, hogy a korábbi szexuális vagy párosodási partnerek befolyásolhatják a későbbi partnerektől származó ugyanazzal a anyával tudok tulajdonságait. Ez telegóniának nevezik. Telostilinus angusticollis légyben a hímek környezetileg szerzett állapotukat apai hatások révén továbbítják ez például az utódok testmérete. A kísérlet teljesen keresztezett volt és manipulálták a hímnek a tulajdonságait. Bár a második hím az utódok nagy többségét nem zette, az utódok testméretét az első hím állapota befolyásolta. Ezt a hatást nem figyelték meg akkor, amikor a nőstényeket az első hímnek tették ki párzás nélkül. És ez azt jelenti, hogy ez inkább az örökítő anyagban, vagy a spermában, a sperma által közvetített hatásokra vonatkozik, mint a hímek minőségének párosítás előtti értékelése alapján a nőstények közelségére. Eredményeink egy új típusú transgenerációs hatást tárnak fel, amely potenciális hatással lehet a szaporodás stratégiák alakulására. Még egy részletet elolvasok ebből a kutatásból. A modern genetika megjelenése előtt sok biológus úgy gondolta, hogy a hím nyomot hagyhat párja testén, aminek következtében a nőstény későbbi utódai az anyjuk első párjához hasonlítanak, annak ellenére, hogy másik hímtől születtek. Ez 1914 és 1920-as tanulmányok. Ezt a feltételezett jelenséget. August Wiesmann telegóniának nevezte, ezt elvetették a XX. század elején, mert nem volt egyértelmű a gyakorlati vagy empirikus alátámasztások, kutatásokkal, és az összeegyeztetetlen ítélték a mendeli genetikával, ez 79-es. Mostanában, azonban a közelmúltban felfedezések olyan molekuláris és fiziológiai mechanizmusok létezését tárták fel, amelyek képesek a telegónia, közvetítésére. 2011-13 Liu. Bár a telegónia klasszikus tárgyalása az egyik terhességtől a másikra átvitt hatásokra összpontosítottak, hasonló mechanizmusok lehetővé tehetik azoknak a hímeknek, akik nem nemzenek utódot, hogy befolyásolják a más hímektől származó jövőbeli utódoknak a fejlődését. Úgy tűnik, hogy mégsem olyan következményektől mentes, ez a szabad szexualitás. Persze mindenki meghozza a döntést, amit szeretne, én csak azt akarom mondani, hogy ezzel könnyen lehet, hogy számolni kell. Sőt, azok, akik családot szeretnének alapítani, én úgy hiszem, hogy az évszázadok meg az évszázadok során tradicionálisan azért is kerestek olyan nőt partnerül, akiről tudták, hogy nem élt ilyen szabados szexuális életet, nem csak azért, a telegónia miatt, hanem számos más probléma is felmerül ezzel kapcsolatban, hogyan tudnak majd kialakítani ugye egymás közt egyfajta partner kapcsolatot, hisz minél több korábbi partnere van valakinek, annál nehezebben fog majd egy új kapcsolatot kialakítani bárkivel is, a betegségek terjedéséről nem beszélve, és egyéb komplikációk is felléphetnek. Férfiak esetében is mellesleg fennáll ennek a veszélye. Következő bekezdésben arról írnak, hogy a telegónia lehetséges mechanizmusai közé tartozik a spermiumok anyai szomatikus sejtekbe való behatolása, a magzati gének az anya vérében, és az erenes azon képessége, hogy programozza a genom átrendeződését. 2011-13. Ezen túlmenően a hímek fehérjékből és más molekulákból álló készlettel látják el a nőstényt. Az ondó folyadék által, amely koncentrációját és összetételét a hím környezete megváltoztathatja. Ezek ugye nem állandó, hanem a környezete reagál, az, hogy milyen minőségű a hímnek örökítő anyaga, meg persze ez a, a nőnél is ugyanígy van a petesejt esetében, ugye ez változik a környezetre, azonban a helyzet ettől függetlenül még az, hogy az örökítő anyag, amelyet találhatunk a spermiumban, az igenis, sőt nem csak a, a, az magában a, az ondó folyadékban ezek szerint, az megváltoztathatja a nőnek a genetikai állományát. Nem úgy értem, hogy most átalakul majd farkasemberré, hanem változik. Persze ez nem kell, hogy bárkit is váratlanul érintsen, hiszen a teremtés kezdetén az atya már elmondta, hogy ez így lesz. Ugyanis úgy fogalmazott ő, hogy annak okáért elhagyja a férfi, az atyát és az anyját ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek egy testé, a kettő lesz egy testé. Ez a ragaszkodik, ez olyasmi ragaszkodás, hogy közel marad hozzá, mintha hozzá illeszkedne, vagy oda tapadna. Ez igaz gyakorlati, fizikális módon is, mentálisan és spirituálisan is. Ez egy házasság, egy ideális házasság. Egy férfi, egy nő, egy életen át. És amikor megkötik ezt a házasságot, az atya elképzelése szerint még mind a kettő érintetlen. És így elkerülhető az a probléma, amiről szó van itt a telegónia kapcsán. A kettő lesz egy testé. Most vitatkozhat bárki, hogy ez nem azt jelenti, vagy azt jelenti, mindezek tudatában, amit itt olvastunk a telegóniával kapcsolatban, miért ne jelenthetné ezt egyrészt. Másrészt a kettő egy testé lesz hiszen gyermekük fog születni, szóval a kettőből lesz egy test 50-50%-ban örökölvén szüleinek a genetikai állományát. Egybefonódik a testük, viszont genetikailag is, amint látjuk, átalakulnak. De fizikálisan is átalakulnak, még az arc vonásaikat is eltanulják egymástól, ezért hasonlítanak annyira az idők során. A gesztusokat, jellemvonásokat, a kettő valóban egy testé ötvöződik össze, az élet során. És ez az, amit ő elképzelt az embernek. Talál egy párt magának kezdet kezdetén, azzal leéli az életét, és a végére a kettő valóban összeáll egy egészé demonstrálván és reprezentálván őt magát, az atyát itt a világban. Mert a másik, amit mondott, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és teremtette aztán férfivá és asszonyjá, és a kettő azáltal, hogy egy test lesz, azáltal fogja őt majd reprezentálni a világban. És egy test az nem csak egy ilyen átvitt, értelmű filozófikus gondolat, hanem, mint látjuk, ez elindul a testtől, a lé léleken át egészen a szellemig, vagy ha tetszik, a ruach és a nefes, szintén ebben érintett. Ha visszatérünk ehhez a cikkhez, akkor folytatják tovább úgy, hogy ismeretes, hogy a mag termékek összetett hatást gyakorolnak a női fittségre, és viselkedésre. Ez három, ha jól látom, tanulmány is van itt 2003, 9 és 13 ból és a női nemi szervekre gyakorolt hatáson keresztül befolyásolhatják az utódok egészségét. Bromfield 2014-ben, illetve egy másik a társaival egy. Ezért azt javasoljuk, hogy a nő előző párjának fenotípusa potenciálisan befolyásolja a jövőbeli utódait, akiket más hímnek szülnek, és az folyadéknak a petesejtek fejlődésére gyakorolt hatása révén váltják ki ezt a hatást. Eléggé meghökkentő az egész, de itt van egy relatíve egyszerű ábra. Ez a kék ez a kezdeti partner, vagy az első partnere a nőnek ez esetben. A kék ez a bejutott örökítőanyaga a férfinak a spermiummal együtt, és ott pedig a petesejt található. Ugye a nő ez a kis kereszt lefelé és a nyíl fölfelé a férfi. Aztán láthatjuk, hogy a kék örökítő anyag még mindig ott maradt, még akkor is, ha a spermium már nem, jön egy következő partner, aki bejutatja ezt a piros színnel jelölt örökítőanyagot, anyagot, és az ő spermiuma már ezeket a kékeket fogja megtermékenyíteni, és ebből lesz ez a piros kék. Tehát az utód kifejti majd, illetve látszik rajta mind a két szülőnek fenotípusa. Ez a hipotézis, és ennek a feltétele az, hogy a petesejt az még éretlen állapotban legyen, akkor, amikor megtörténik az első együttlét. Ha valaki bele akar menni, akkor elolvashatja ezt az egész kutatást, azonban én ebben nem fogok most így belefolyni. Az eredményeket viszont itt közlik a végén, és azt írják, egyből azzal kezdődik, hogy úgy találták, hogy a felnőtt testméretét, tehát az utód testméretét, azt befolyásolja az első partnere az anyára. Ezek persze legyekről van szó, és azért, mert ugye a legyek sokkal gyorsabban szaporodnak, mint, a, mint az emberek generációról generációra, szóval könnyebb megfigyelni. Nyilván emberen ezt megfigyelni elég hosszadalmasan bonyolult lenne, de ezeken a legyeken meg tudták figyelni, és ezt a következtetést vonták le, hogy egyértelműen pozitívan befolyásolja. Pozitívan úgy, mint hogy kimutathatóan befolyásolja. És minél jobbak a kondíciók, vagyis a feltételek, az életfeltételek, a férfi, illetve a nő esetében, annál pozitívabb lesz ez a változás. Minél jobb körülmények között él. Most ez esetben ugye rengeteg lárvát adtak neki enni, és akkor így fejlett volt, és így hatásosabb volt, hatékonyabb volt az örökítő anyaga, nagyobb befolyással bírt az utódra még akkor is, ha nem ez, az, ez a légy volt az idézőjelbe vett apa, hanem a következő. Érdekes módon egyébként az utódok méretét nem befolyásolta a nősténynek a következő párjának az állapota, míg az első állapota hatással volt rá, már a második ez esetben nem, és sem az első és a második hím állapota közötti kölcsönhatás nem volt erre semmiféle hatással az utódok testmérete pozitív, összefüggést mutatott az anyai testmérettel, azonban nem függött össze a második hím, a feltételezett apa testméretével. Korábban tettem említést az elhelyezkedésre, hogy, hogy hol volt elhelyezve a hím, illetve a nőstény, tehát engedték-e őket úgy együtt lenni, hogy nem párosodhattak, annak úgy tűnik, hogy nem volt hatása a méretre, és Viszont, hogyha párosodott az elsővel, és utána egy másik megtermékenyítette, akkor már az első igenis hatással volt az utódra, ami azt jelenti, hogy minden bizonyal a hím örökítő anyaga az, ami hordozza azt a faktort, ami okozza ezt a változást. Azt állapítják meg, hogy megerősíti ez a vizsgálat a telegónia lehetőségét a nem genetikai hatásokon keresztül, a nem utódokra. Nem feltétlen genetikai a hatás, azonban kétségtelenül kimutatható a hasonlóság a nem utódon. Az itt bemutatott jelenség a nem szülői transgenerációs hatás új típusát képviseli, valamint a fenotípus, az a genotípusnak a külső megjelenése, és a fitness variációjának új forrását, ami potenciális következményekkel jár a szexuális koevolúcióra nézve az általunk jelentett hatás ökológiailag valószínű és jelentős következményekkel járhat a fitnessre vagy erőnlétre nézve. Számos érdekesség elhangzik még itt, azonban mi ide ugrunk a végére, az itt közölt transgenerációs hatás nem apai hatás, mert nem utódokat érint, hanem az anyai hatás egy fajtájának tekinthető, amikor is a nőstény előző párjának fenotípusa befolyásolja egy másik hímtől szülöttet jövőbeli utódját. Érdekes módon azonban ez a hatás egy olyan fajnál jelentkezik, amelyben a hím egy apró adag örökítő anyagot ad át mindössze, amely úgy tűnik, hogy nem tartalmaz semmilyen hagyományos párzási adalékot. Ez Pondoranszki és 2007-es kutatás, ezért a hatás taxonómiailag széles körben Elterjedt lehet. Korábbi kutatások demonstrálták azt is, hogy az első párnak az örökítő anyaga az kedvezőbb környezetet teremthet a megtermékenyítéshez, a másodiknak, és minél közelebb van a két esemény egymáshoz, annál inkább érződhet a hatás. Az érdekessége ennek a tanulmánynak, amelyről most volt szó, az az, hogy akár két héten túl is megmaradhat ez a hatás, és az utódot befolyásolhatja az első partner átörökítvén saját fenotípusának egy részét. Több konklúzió is megfogalmazható állítják ők, mivel a telegónia elválasztja a nem genetikai transzgenerációs hatásokat a megtermékenyítéstől, ugyanrán nem kell, hogy egy partner megtermékenyítse a nőt vagy nőstényt, ez esetben attól még az ő a fenotípusa öröklődhet generációkon keresztül, úgy, mint hogy transzgenerációs. És érdekes következményekkel járhat mind a hím, mint pedig a nőstény pázási stratégiákra. Szóval elgondolkozhat mindenki ezek után, tudván ezt, hogy hogyan választ párt magának, de ezen elgondolkozott, már az emberek is égnek, majd, hogy nem csak a túlnyomó többsége az évezetek során, ezért kerülték azokat, akik szexuálisan szabados életet éltek. Persze elég volt csak hallgatni az atyára, de aki nem akart hallgatni, annak most itt van egy bizonyíték. A sok közül a hímek potenciálisan kihasználhatják a nőstény korábbi párosodási partnereinek reproduktív befektetését, még olyan fajok esetében is, amelyekben hiányzik az apai ellátás hagyományos formája. Például ebben a légy esetben az alacsony kondíciójú hímek utódok minőségi előnyére tehetnek szert, ha párosodnak egy jó állapotú hím után. Most emberekre érdemes gondolni, szóval megvizsgáljuk, hogy kik voltak a korábbi partnerei ennek a személynek, és az alapján döntjük el, hogy vajon az nekünk kell-e vagy nem, de ez már lehet, hogy durvá, ez egy kicsit. Ezzel szemben a jó állapotú hím és ez a lényeg itt... Úgy állapotú hímeket úgy lehet kiválasztani, hogy elkerüljék az olyan nőstényekkel való párosodást, aki korábban rossz állapotú partnerrel párosodtak. Az ilyen hatások kiválaszthatják a hímek azon képességét, kialakíthatják, hogy felismerjék a nőstény korábbi párosodási partnereinek minőségét, új alapot biztosítva a hím párválasztáshoz. A nőstény szintén képes lehet maximalizálni az utódok a, a pár preferenciák révén, melyek a nőstény ontogenetikus vagy szaporodási ciklusa során változnak. Például a nőstények úgy használhatják ezt ki, ha olyan hímekkel párosodnak, amelyek optimalizálják majd a fenotípust, miközben ugye éretlen még a petesejtjük, és olyan hímeket választanak majd a peteérést követően, amelyek, amelyek ezt a hatást maximalizálják. Most nyilván embereknél ez már egyfajta tenyésztés, de nem is ezt akarom kihangsúlyozni, hanem magát a jelenséget, hogy ez létezik. Ugye ez azt jelenteni, hogy a nő párosodik ezzel, párosodik azzal, aztán variálja ezt majd, hogy egy ilyen tenyésztés formában. Nagyjából ez is az, ami történik sajnálatos módon jelenleg a világban. Még akkor is, hogyha nagy rész tudat alatt. Összefoglalva állítják, megmutattuk, hogy a légy esetében az utódok kifejlett testméretét a nőstény előző párjának a fenotípusa nem pedig a genetikai apa befolyásolja. Úgy tűnik, hogy ezt az új transzgenerációs hatást, ami a telegónia egy példája, a férfi magfolyadék állapot függő hatása az életlen petesejtek fejlődésére váltja ki. Az ilyen hatások lehetősége fennáll minden olyan taxonban vagy fajnál, amelyet belső megtermékenyítés és poliandria, azaz több férfival való párosodás jellemez, mint ma, ugye sajnálatos módon az emberiségre is jellemző, és ezek a hatások befolyásolhatják a szaporodás stratégiáknak az alakulását. Ez volt a különös dolgok itt az infobubble.hu weboldalon. Bízom abban, hogy hasznosak találtátok ezt, és érdekfeszítőnek legalább annyira, mint én. És arra kérek mindenkit, aki megnézi ezt, hogy hozzászólásban írjátok le a véleményeteket, illetve azt, hogy foglalkozzak-e még ezzel a témával, vagy sem, mert rengeteg ilyen kutatás van, meg cikk ezzel kapcsolatban, csak nem szeretnék olyasmit csinálni, ami nem érdekel senkit. Úgyhogy ha valaki hajlandó erre, akkor csak írjátok meg a weboldalunkon hozzászólásban, hogy igen vagy nem, illetve ha bármi cikket találtok, azt is megoszthatjátok, vagy a véleményeteket, és akkor ki tudunk alakítani egy párbeszédet ezzel kapcsolatban, Mi, minden nyilván én sem tudok, meg találtam meg, de érdekelne, hogy, hogy ki, hogy áll ezzel a dolga. Egy biztos, az emberiség a kezdetektől fogva tisztában volt ezzel a jelenséggel különösen azok, akik hallgattak az atya figyelmeztetésére és az ő javaslataira. Egy férfi, egy nő, egy életen át. Ha ez nem jön össze, mint ahogy most a többségnek már nem fog összejönni, akkor még mindig ott van Saul tanácsa, az pedig az, hogy jobb egyedül lenni, mint aztán küzdeni egy egész életen át egy olyannal, aki esetleg nem hajlandó százszerzalékig elfogadni azt, amit az atya akar vagy úgy általában az úton megnyitni egy második frontot. Én nem javaslok senkinek semmit, mindenki csináljon azt, amit jónak lát, és elsősorban keresse a Huának a tanácsát, és hallgasson az ő hangjára, mert ő az, aki mindent tud, és mindent jobban tud, tökéletesen, és jót is akar nekünk. Köszönöm a figyelmet, és hamarosan találkozunk. Addig is mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!